Köszöntöm a stúdió vendégét, királyné Barkóci Emesét, a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány kutyakiképzőjét. Nem először találkozunk, mert meg kell, hogy mondjam, hogy néhány hónap ezelőtt egy Miskolci nagyáruházban arra lettem figyelmes, hogy néhány vakvezető kutyával járkálnak ott emberek az egyik emeleten, egyik szinten, és hát Emese is ott volt közöttük, akkor fedeztem fel, hogy milyen feladatai is lehetnek tulajdonképpen egy kutya kiképző Képzőnek, illetőleg egy vakvezető kutya vállalkozó önkéntesnek. Na erről beszélgettünk majd az előttünk álló percekben. Kezdjük azzal, hogy hogy lett a terápiás kutyaképzőből vakvezető kutyaképző, mert hogy ha jól tudom, akkor ez az emese életében így történt. Szeretettel üdvözöllek, és szeretettel üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Így igaz, egy nagy bevásárlóközpontban találkoztunk mi hónapokkal ezelőtt, és már akkor szó volt erre, hogy fogunk beszélgetni. Én kutyakiképzéssel foglalkozom, terápiás kutyák képzésével kezdődött az én pályafutásom, illetve korábban is már kutyáztam, de az teljesen más vonalon mozgott. Szabad tudni, hogy milyen vonalon? Igen, alap inkább mondanám azt, hogy hobbi szinten mentőkutyáztam, illetve az IPs munkakutyás sportba is beletekingedtem. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy akkor abban az időben, ez közel tíz évvel ezelőtt volt olyan kutyám, aki erre alkalmas volt, és akkor vele kipróbáltunk több ágazatot is, nagyon jó volt arra, hogy tapasztalatokat szerezzek, azonban az egyetem elvégzése után nekem gyógytornász az eredeti szakmám, én itt a megyei kórházba kezdtem a pályafutásomat, különben a gyermekrehabilitációs osztály, és akkor jött az a, az a fantasztikus gondolat, hogy akkor kutyákat is szeretnék bevonni a gyermekek fejlesztésébe, és akkor kezdődött úgy az én karrierem, idézi be karrierem, hogy elvégeztem a habilitációs kutyakiképzői tanfolyamot, ezután a saját kutyám képzésével kezdtem bele, és miután sikeresen levizsgáztunk, ami azt jelenti, hogy terápiás kutyává vált az én kutyám, illetve én lettem az ő felvezetője, utána megkezdődhetett ez a fejlesztés, és akkor itt a kórházba kezdtük mi el a közös munkát, illetve egyéb olyan gyermekjúléti intézményekbe és óvodákba, ahol kifejezetten a fejlesztésen volt a fő hangsúly. Az, hogy terápiás vagy vakvezető kutya, az két különböző dolog merőben, ugye? Amikor itt zenelőtt előtt beszélgettünk, akkor hallottam egy ilyen szót is, hogy húhú, -hú, de mennyire más. Igen, teljesen más a kettő, ugyanis a terápiás kutyát őt a gazdi az, aki, aki beviszi egy-egy foglalkozás erejéig, tehát a kutyus az a kiképzőjével él és vele is marad, és csak egy-egy foglalkozásra, egy-egy fejlesztésre látogatnak meg egy intézményt, és akkor ott a fejlesztés után a kutya a kiképzőjével együtt hazamegy. Még egy vakvezető kutya esetében azért mondtam, hogy merőben más, mert ott a kölyköt egy kölyöknevelő felneveli, utána egy speciális képzés van, amikor megtanulja a kutya szó szerint a vakvezetés, tehát, hogy mi lesz az ő feladata, és miután ez megtörténik, és úgy gondolja a kiképző, hogy mindent megtanított a kutyának, akkor egy házi vizsgával bebizonyítja a kiképző lefedett szemmel azt, hogy a kutyával tud önállóan biztonságosan közlekedni, és ezek után történik meg a gazdinak a kiválasztása, ami egy tesztel történik, tehát egy látássérült igénylünk. Találkozik azzal a kutyussal, akit úgy gondolunk, hogy megérett erre a nemes küldetésre, és hogyha úgy érezzük, hogy megvan köztük az a bizonyos összhang és működik a kémia, akkor megkezdődik egy közös átadó folyamat, és ha az átadó folyamat végét egy közlekedésbiztonsági vizsgával koronázzák meg, ez a vizsgabizottság előtt történik, és utána megkezdik közös életüket. Tehát ennél a folyamatnál a kutyus mindenképp kiadásra került, tehát egy látássérült gazdi lesz az, aki utána a kutyussal együtt fog élni, és ő csak az ő kutyusa lesz, csak együtt dolgoznak, és ö, ugye a terápiás kutyus mindenki kutyája lesz, pláne a fejlesztések során, még egy vakvezető kutyus, csak az ő egy szem szeretett, látássérült gazdiának lesz a mindene. Mennyire van ezzel tisztában a kutya, hiszen, hogyha bele gondolunk abban, hogy van egy ilyen önkéntes kölyöknevelő program, és nagyon sokan vállalkoznak, vagy elő készítsék a kutyát. Akkor az ugye azt is jelenti, hogy egyszer a kutya oda kerül az alapítványhoz, egyszer elkerül a nevelőhöz, aztán pedig elkerül, jó esetben elkerül rögtön a végleges otthonába, mert ha ez a bizonyos kémia nem működik, akkor nem kezdődhet el a közös élet, akkor megint máshoz kerül. Tehát ad abszurdum, az is előfordul, hogy vissza kell, hogy adja a kutyát, nem? Tehát van egy kiválasztási folyamat, mikor a kölyköt kiválasztjuk, sikerült a tenyésztési programunkat elindítani, ami azt jelenti, hogy vakvezetővonalas ö, almokat tudunk lehozni, amiről azt feltételezzük, hogy minden kölyök alkalmas lesz erre a munkára. Amíg ez nem így történt, addig tenyésztőktől vásárolt ö, kutyusok voltak, ami, ami tenyész szukáink, vagy akiktől volt alom, illetve más külsős vonalakból próbáltunk kölyköket ebbe a munkába bevonni. És ugye amikor a kölyök 8 es korában elkerül a, a mama kutyától, akkor önkéntes kölyöknevelőkhöz kerül. Náluk körülbelül olyan egy-másfél éves korig nevelkedik, ez attól függ, hogy a kutyus mennyire írik meg erre a feladatra, és miután ez megtörténik, tehát felnőtt egy kölyök, utána a kötelező egészségügyi szűrések után, hogy ott is minden rendben van, akkor a kiképzőhöz fog kerülni, aki vakvezető kutya kiképző. A vakvezető kutya kiképzőnél a kölyök Ugyanúgy, mint a kölyöknevelőnél előzőleg, családban él. Tehát mi a kutyáinkat nem kell soron tartjuk, hanem minden kiképző hazaviszi az általa képzett kutyust, és elkezdődik a kiképzése. És amikor a kiképzési folyamat végére ér, utána történik meg a látásérőt gazdival való találkozás. Ha nem sikerül valami úton, nem passzol a két páros bármi miatt, ja, de ennek milyen jelei vannak? Milyen jelei vannak? Szimplán olyan jele is lehet, hogy esetleg a, az igénylőnk mondja azt, hogy ő kisebb kutyára gondolt, lassabb kutyára gondolt. Tehát itt nem kell nagyon nagy dolgokra gondolni, viszont ugye egy életre szól egy kutya, azt szoktuk mondani. Tehát érdemes ezt a döntést úgy meghozni, hogy abba a kutyus is örömét leje, és természetesen a gazda is, de ez a ritkább különben. Tehát általában annyira ismerjük már a kutyáinkat, hogy az igénylők felmérése után szoktuk tudni, szoktuk érezni, mi kiképzők, hogy egyáltalán melyik igénylőnek, melyik kutyust ajánljuk, melyiket mutassuk meg, de ha mégse sikerülne, akkor marad a kiképzőnél a kutyus, és egy másik látássérültnek mutatjuk akkor őt Tehát ez a folyamat utána a kutyába semmi törés nem okoz, mert még utána is a kiképzőnél marad, amit már ő megszokott. Milyen biztonsága van ennek a képzésnek? Mennyire lehet ebbe bízni, ugye az örökbefogadástól, illetőleg a tenyésztésre alkalmasság megállapításától kezdődően? Nincs benne egy olyan veszélyforrás, hogy nem tudjuk, hogy hogy reagál valamilyen dologra? a tenyészprogramnak pont ez lenne a lényege, hogy ezek a vakvezető vonalas kutyák, ők már olyan habitussal, olyan temperamentummal rendelkeznek, ami nagyban alkalmasá teszi őket. Tehát gondolok itt arra, hogy például kizárók tud lenni, hogyha egy kutyának túl nagy a vadász ösztöne, hogyha vadászza a madarakat, tehát ilyen kutyusokkal mi nem tudunk dolgozni, és ezek a, a kifejezetten tenyésztésbe vont vakvezető vonalas kutyusok rengeteg olyan jó tulajdonsággal rendelkeznek, ami vakvezető kutyával alkalmassá teszi őket, és ezért is ennyire nagyon fontos, hogy kifejezetten adott vonalakat használjunk, mert rájuk jellemző az például, hogy nem érzékenyek a zajra, nem érzékenyek arra, hogyha nagy tömeg veszi őket körül, hogyha hosszasan kell koncentrálni, akkor, akkor terhelhetőek, jól bírják maguk körül akár a nyüzsgést, nagyon szívesen együttműködnek az emberrel, Maguktól értetődik az, hogy vigyáznak a gazdira, nagyon-nagyon kötődnek hozzá, és ez mind fontos alap ahhoz, hogy egy kutyából vakvezető kutya válhasson. Igen, és ilyen elfolytott ösztön vagy valami az nem jöhet elő, tehát elegendő idő van ahhoz, hogy erről úgymond tanúbizonyságot tegyen a kutya? Igen, igen, pont ezért van rá elég idő, mert a kiképzése a vakvezető kutya kiképzőnél körülbelül egy 6-8 hónapot vesz igénybe. Tehát ez alatt az időszak alatt bármilyen dolog van, amit esetleg korrigálni kell a viselkedésébe a kutyának, vagy nagyobb hangsúlyt kell rá fektetni, azt a kiképző látja, és akkor próbál úgy dolgozni, hogy egyáltalán ne jöjjön elő később az a probléma, illetőleg megtanuljuk azt, hogy mi az, amire esetleg figyelni kell. De ugye mivel a vakvezető kutyusoknak nagyon felelősségteljes a munkájuk, ezért fontos tudnunk, hogy mi az, amivel még kiadható egy kutyus, mi az, ami, ami ténylegesen azt mondom, hogy kezelhető akár egy látássérült kliens kezében is, és mi az, ami miatt azt mondjuk, hogy mondjuk ne adjunk ki egy kutyát, mert ez, ez nem biztos, hogy, Jól fog tudni működni. Nem, csak visszatérek én az eredeti gondolatmenetemhez, a váltáshoz. Ugye megszületik a kutya elválasztódik a mamától, utána bekerül alapítvány hatáskörébe, onnan elkerül gyakorlatilag egy kutya kölyök nevelőhöz, onnan elkerül egy vakvezető kutyaképzőhöz, és onnan elkerül majdani vég cél szempontjából ugye a vak emberhez, akinek az életét meg kell, hogy könnyítse. Tehát ez négy-öt forduló a kutya életében. Arra is valamilyen módon reagálnia kell, nem? Sokan szokták ezt kérdezni, igen. A labradorok azért is nagyon Fantasztikusak erre a feladatra, mert könnyen alkalmazkodnak. Ezeket a gazdaváltásokat nem élik meg nagy szomorúsággal. Tehát, hogyha az új gazdánál, az új helyen megkapja ugyanazt a figyelmet, törődést és szeretetet a kutya, akkor viszonylag könnyen alkalmazkodik ehhez. Ugye a kölyökkor az, az egy elég szertelen dolog egy kutya életébe. Ezek a kutyák igazából nem felejtik el azt, hogy ki az, aki felnevelte őket? Nem felejtik el soha a kiképzőjüket. Amikor már ugye elég érettek és a látássérült gazdihoz kerülnek, attól függetlenül, találkozhatnak ugyanúgy a kölyöknevelővel, találkozhatnak ugyanúgy a kiképzővel. Mi a látássérült embertársainkat, akik már kutyával közlekednek, majdnem, hogy napi szinten, de nagyon-nagyon sokat tartjuk a kapcsolatot velük, bármi problémáik van, kereshetnek minket. Szoktunk szervezni közös programokat, akár kirándulásokat, úgyhogy olyan szempontból ez nagyon ideális, hogy a kölyöknevelő láthatja, hogy ami munkát, energiát és időt és, és mindent belet tehát az gyümölcsözik, és igenis egy érett és, és okos kutyát nevelt illetve van arra esély, hogy találkozzanak, hogy szeretgessék egymást, akár arra is, hogy a, a látássérült gazdi kérdezgesse a kölyöknevelőt, hogy de mesélje már, milyen volt ez a kis kölyök, mit szeretett, hogy szeretett, és akkor így tényleg úgy tudjuk átadni a kutyusainkat, hogy, hogy nem megszakítunk egy folyamatot, csak inkább folytatunk. Egy másfél évet van a kölyöknevelőnél a kutyus, hat hónapot van a kiképzőnél, és mennyi az az úgynevezett beszoktatási idő, mint most a gyerek párhuzammal jutott eszembe ugye az óvodában, amikor visszük a gyerekeket, van egy beszoktatási idő. Nyilván itt is van egy ilyen elfogadási beszoktatási idő. Igen, van egy átadó folyamat, ami azt jelenti, hogy először csak találkozik a, a gazdia kutyussal, de még nem marad nála, és akkor amikor a kiképző úgy látja, hogy a közös gyakorlások már vannak olyan jók, hogy egy picit jobban elengedhető a kezük. Akkor szokott a kutyus átkerülni a gazdihoz, de még akkor is szoros utánkövetéssel és közös munkával történnek a gyakorlások. Tehát ez az átadó folyamat része. Ez sok tényezős, hogy kinél mennyi időt vesz igénybe. Számít az, hogy a gazdinak előzőleg volt-e már vakvezető kutyusa, vagy teljesen előről kezdjük olyan értelemben, hogy még nem közlekedett kutyussal, és akkor ezt meg kell, hogy tanulja. Teljesen más az, hogy egy ember látássérült gazdi mennyire közlekedett előtte önállóan, mert hogy azt kell tudnunk, hogy azáltal, hogy ők vakvezető kutyust kapnak, az önállóságukat kapják vissza. És az előtt, bizalom kell hozzá. Igen, és azelőtt vannak sokan, akik csak látóval, kísérő személlyel közlekednek, és ahhoz, hogy ők a kutyával ismerjenek, és önállóan ehhez bizony nagy bizalom kell, illetve a kutya részéről egy hatalmas tudás, szeretet és, és elköteleződés a gazdírend. Mennyibe kerül egyébként egy ilyen kutya kiképzés? egy kutyának a kiképzése az, az körülbelül két millió forint körül van, mire a kölyök korától eléri azt a, azt a szintet, hogy ő már átadható is vizsgás kutya legyen. Van egy szomorú kérdésem is. Mindannyiunk élete véges. A vakvezető kutya élete is véges. Akkor, amikor elérkezik a nehéz időszakához ez a kutya, akkor nem segíti, hanem éppen terhet jelent. Annak az embernek, akinek életét hivatott megkönnyíteni, vagy a mindennapjait hivatott megkönnyíteni, ilyenkor mi a helyzet? Ilyenkor két lehetőség szokott lenni. Azt kell még tudni, hogy nálunk úgy működik ez, hogyha a kutyussal, a vak, később kiadott vakvezető kutyával bármi probléma van, állatorvosi költségek és egyéb felmerülő kérdés, akkor az alapítvány ott van is, és, és segít, és ha kell, a költségekbe is finanszíroz, illetve Segít akár állatorvoshoz eljuttatni a kutyát, vagy operáló orvost keresni, ha ne hogy Isten műtétre kerülne sor. Ezek az idősödő, illetve kiöregedő kutyusaink esetében, vagy képes a látássérült arra, hogy időt, energiát, illetve anyagilag tudja finanszírozni azt, hogy ő akár egy idős kutyának a gyógyszerezését és napi rutinját is ellássa, vagy pedig, ha erre nincs módja valami oknál fogva, akkor az alapítvány örökbefogadó családot keres ezeknek a nyugdíjas vakvezető kutyáknak, olyan családokat, ahol ugyanolyan szeretetbe családtaként megbecsülik őket, és nem, nem kérnek már tőlük semmit, hanem a jól megérdemelt nyugdíjas éveiket szeretetbe eltölthetik. Bizony, bizony, nagyon megérdemlik a nyugdíjas éveket. Én azt hiszem, hogy nem szabad ezzel a gondolatsorral befejezni a beszélgetést. Azzal viszont szabad, hogy megkérdezem, hogy emesének, van -e a mesének van-e kutyája. Négy saját kutyusom van, illetve a képzés alatt álló vakvezető tanulók vannak nálam. Ez mindig változik, hogy mikor hány kutyus van éppen. Van kedvenc? A sajátjaim <laughs> a kedvencek, A többi vakvezető tanuló is közel áll a szívemhez, de ez egy más kapcsolat, mert ugye tudom, hogy hogy kiadásra fognak kerülni, viszont hatalmas öröm, mikor látok egy látássérültet, hogy mekkora öröm az, hogy amit én beleraktam tudást abba a kutyusba, az nála visszaköszön, és ez neki mekkora segítség, mekkora önállóságot nyújt, és ez fantasztikus érzés. Sok ilyen érzésben legyen részelmesének, én azt kívánom. És nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Királyné Barkóczi Emesét hallották a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány kutya Kiképzőjét. Köszönöm szépen.